Egyre nagyobb a baj Hollandiában a növekvő energiaárak miatt. A kormány támogatási csomagot tervez a családoknak, de tőlük és a munkáltatóktól is elvárják, hogy kivegyék a részüket a válság kezeléséből. Dániában is takarékoskodásra szólították fel az embereket. Az egyik áramszolgáltatónál például függesztették a fixáras szerződéseket, mert nem tudják tartani az előre meghatározott díjakat. Nagy problémával állunk szemben Hollandiában, minden harmadik család megélhetési nehézségekkel küzd. Így nyilatkozott a múlt héten a szociális ügyekért és foglalkoztatásért felelős miniszter. Szerinte a kormánynak ki kell dolgoznia egy támogatási csomagot a növekvő energiaárak miatt. Hollandiában az infláció már júliusban meghaladta a 10%-ot. A gázára, a lakások bérleti díja, minden egyre drágább lesz, de a fizetések nem nőnek, panaszolta egy férfi. A hágai vezetés is részben a munkáltatóktól várja a megoldást, mert látnak lehetőséget a bérek emelésére. A miniszterelnök szerint azonban az állampolgároknak is ki kell venniük a részüket a válságkezelésből. A kormányfő olyan intézkedéseket ígért, amelyekkel a hollandok a lehető legkevesebb energiát használják fel. Hozzátette, hogy akár a következő 10 évben is nehézségekkel szembesülhetnek télen. Hollandiában már most csak nem 1 millió ember él a szegénységi küszöb alatt, az év végéig pedig ez a szám további 200 000-rel nőhet. A gazdasági szakemberek úgy számolnak, hogy a háztartások vásárlóereje jelentősen csökken, ami visszaveti a fogyasztást. Azt látjuk, hogy az emberek már a legszükségesebb kiadásaikat is csökkentik, lemondják például a szabadságokat, az egészséges ételeket kevésbé egészségesek váltják fel, amelyek sajnos olcsóbbak, sőt olyanok is vannak, akik már egyáltalán nem esznek meleg ételt, magyarázta egy pénzügyi elemző. A dánokat is visszafogja a drágulás. Egy organikus zöldségek és gyümölcsök értékesítésével foglalkozó cég vezetője szerint az elmúlt hónapokban volt, amikor ki kellett dobniuk egyes termékeket, mert senki nem vette meg. Megszoktuk, hogy előre tervezhetünk, mert előre tudtuk jelezni a vásárlói szokásokat. Ez az év azonban nagy meglepetéseket tartogat számunkra, mondta a cég vezérigazgatója. Míg a fogyasztók egyre inkább az olcsóbb termékeket választják, addig a vállalatok költségei egyre nőnek a magasabb energiaárak miatt. Az egyik áramszolgáltató augusztustól megszüntette a fixáras szerződéseket, vagyis azoknak a fogyasztóknak is emelik a díjakat, akikkel egy konkrét összegben állapodtak meg. Nem csak a villany, a gázára is megduplázódott egy év alatt. A kormány takarékoskodásra szólította fel az embereket az energiaválság miatt, például arra, hogy zuhanyozzanak rövidebb ideig, a ruhát ne szárítógépben szárítsák, és ha tehetik, cseréljék le régi háztartási eszközeiket energiatakarékosabbra.